rendkívüli testületi ülés gyorsan döntöttek. Apró javítások, megtelnek a játszóterek. Megvan a negyedik hely, szezont értékelt az ONKC. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió május 26-ai pénteki adását látják. Köszöntöm a kedves nézőket, lássuk a részleteket! Minőségi oktatás azonos tanulási környezetben. Iskola felújításra pályázik a Békéscsabai Tankerületi Központ. A Vörösmarty és a Rákóczi telepi iskolák korszerűsítését tervezi a tankerület. Az elképzeléseket Orosháza képviselőtestülete is támogatta csütörtöki rendkívüli ülésén. Korszerűbb, szebb környezet. Ezt tűzte ki célul a Békéscsabai Tankerületi Központ az orosházi állami iskolák esetében. A fejlesztésről a tankerület közvetve az eredményességet várja. A Vörösmarty általános iskola és a Rákóczi telepi tagintézmény épületeinek korszerűsítését bruttó 28 millió forint pályázati forrásból valósítaná meg a tankerület. Az elképzeléseket Orosháza képviselőtestülete is támogatta május 25-i rendkívüli testületi ülésén. A csütörtök reggeli egyeztetésen a képviselők vita nélkül fogadták el a diákélelmezési intézmény felújítását célzó 43 millió forintos pályázati terv benyújtását is. A képviselők jövő héten kedden 14 órától újra tárgyalóasztalhoz ülnek, soros ülésen taglalják az aktuális városi témákat. Már csak néhány hét és elkezdődik a nyári szünet. Egyre több gyermek tölti majd szabadidejét a játszótereken, melyekből Orosházán 11 van. Ezek karbantartása és felügyelete a város üzemeltetés és szolgáltató ZRT feladata. A rendszeres ellenőrzéseknek, karbantartásoknak köszönhetően a játszóterek megfelelő állapotban vannak. A játszótereket a város üzemeltetés és szolgáltató ZRT folyamatosan ellenőrzi, melyek karbantartására az önkormányzattal fennálló közszolgáltatási szerződésben biztosított összeg 5,5 millió forint. Ebből a forrásból oldják meg többek között a játszóterek burkolatának és a cserje ágyások gyommentesítését, az ivókutak rendeltetésszerű működéséhez szükséges karbantartást, kamerarendszer üzemeltetését, a hulladékgyűjtők rendszeres ürítését, a területek tisztántartását, hulladékmentesítését. A helyszíni bejárások során felmérik a játszótéri elemek állapotát, ha szükséges, lefestik azokat, a megrongálódott elemeket megjavítják, vagy ha ez nem lehetséges, eltávolítják és újakkal pótolják. A homokot a homokozókban kicserélik. Újdonság, hogy a gyopárosi tavak körül új libikókákat helyeztek ki. Benkő Ferenc, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT vezérigazgatója elmondta, sajnos a vandalizmus a játszótereken még mindig létező probléma. Gyakori a szemetelés, a játszótéri elemek és a kerítés rongálása. A kár havonta 1000 forinttól 100 000 forintig terjedhet. Fontos, kötelező és ingyenes a kémények ellenőrzése és tisztítása. A munkát megrendelni, időpontot egyeztetni a napokban megújult internetes felületen lehet. Az egységes gyors kiszolgálást ügyfélszolgálati rendszer segíti. A Katasztrófavédelem kéményseprői honlapjának megújított online ügyintézési felületén kérhetjük kéményeink tisztítását, ellenőrzését. Az űrnap elküldését követően a kémények kötelező ellenőrzéséről és tisztításáról, annak tervezett idejéről írásbeli értesítést kap a lakosság. A szolgáltatás ingyenes az első két ütemezett időpontban. Ha azonban egyik időpontban sem jutnak be a kéményseprők, akkor az ügyfélnek 30 naptári napon belül új időpontot kell kérnie, és ebben az esetben kiszállási díjjal is számolhat. Mint ismert, tavaly júliustól magáncégek helyett a katasztrófavédelem végzi a kéményseprés feladatát állami közfeladatként, térítésmentesen, azokon a településeken, ahol az önkormányzatok átadták a feladatot, így Orosházán is. Ismét egy műemlék jellegű, városilag védett épület újult meg Orosházán. Az Iványi Építőmester Kft. Sajtótájékoztató mutatta be, majd adta át a városnak az Ady Endre utca 14 szám alatti épület teljesen felújított homlokzatát, további tervek is vannak. A május 23-ai tájékoztatónak kivitelezők mellett részt vett Dávid Zoltán polgármester és Novák Péter városi főépítész is. A városvezető gratulált a felújítást végző csapatnak az elvégzett munkához. A szakmai részletekbe Iványi István ügyvezető avatta be a jelenlévőket. Az építés óta eltelt időben az épület alsó másfél métere gyakorlatilag teljesen a víz, illetve a salétrom martalékává vált.
Ezt a részt teljesen kicserélték, szakaszosan kibontották a falat, és szigetelés után új téglából újraépítették. A víz kizárása a pincében volt leginkább problémás. Talajvíznyomás elleni kétrétegű szigetelés vasbeton lemezzel leterhelve, tehát egy teljes száraz pincét sikerült elérnünk. A téglaboltozatok azok eredetiek, hibátlanok, az homokfúval lett homokfúvozva, és egy gyönyörű három téglaboltozat alakult ki. A 12 női mellalak, az oroszlánfej, a 6 rákóczi fej, a tetőpárkány alatti csigák és a többi díszítő elem felújítását egy műemléképületek felújítására szakosodott gyulai cég végezte. Az ablakpárkányok kialakítása, bádogozása kivétel nélkül kézi munkával készült. Az átadáson jelenlevő Novák Péter városi főépítész elmondta, hogy 157 helyileg védett és mintegy tucatnyi műemléképület található Orosházán. A városkép és Orosháza arculatának megőrzése szempontjából nagyon fontos ezek mielőbbi restaurációja. Tavaly elkezdődött a önkormányzat által támogatott program, ami pont az ilyen helyileg védett épületek felújítására szolgált, tehát egy 50%-os támogatás formájában. Ezt mindenképp szeretnénk folytatni jövő év folyamán, és amennyire lehet a keretösszeget is megemelni. Erre lehetett pályázni, tehát gyakorlatilag akinek ilyen helyileg védett épülete volt, annak a felújítási támogatásra fordulhatott az önkormányzathoz. Megtudtuk még, hogy a most felújítás alatt álló épület mellett a távolabbi tervek között szerepel a volt tüdőgondozó épületének bontása is, majd 15 lakásos, 15 garázsos társasház építése a belvárosi részen. Humorral, szerelemmel, dallal és tánccal alaposan megfűszerezett előadást kapott a Művelődési Központ közönsége május 22-én este. A Paprikás csirke, avagy Stex és New York című zenés vígjátékot a Gergely Teáter szereplőgárdája tálalta a tavaszi színházi esték harmadik felvonásaként. Védj egy jobb sorsra érdemes magyar családot, amely új vállalkozásba kezd. Fűszerezd meg egy anyossal, paprikázd fel a hangulatot egy inassal és egy szobalánnyal. Főzd meg jól poénokkal, ízesítsd remek slágerekkel. A Gergely Teáter ajánlása szerint már össze is állt egy igazán szórakoztató előadás receptje. És hogy miért pont erre a darabra esett a választás? Én mindig keresek a következő és az azt követő évadokra színdarabokat, és akkor, amikor kutattam jó néhány évvel ezelőtt, akkor előkerült a szekrényemből az a példány, amelyben én magam is játszottam, hiszen Gusztit, az Inast én is alakítottam. És amikor mondom, elolvastam otthon, azonnal előtolultak bennem azok az emlékek, amikor visszaemlékeztem arra, hogy milyen jól szórakozott a közönség akkor, amikor még én is, meg a többi kollégám is játszotta ezt a darabot. Innentől nem is volt kérdés, hogy műsorra tűzi-e. Mindössze egy alcímmel egészítette ki, Stex és New York. A Stex, mint pénz, tőke, New Yorkból érkezik Mr. Kennedy által, hiszen, és ezért a darab nagyon-nagyon időszerű, bármikor is játssza el bármelyik társulat, hiszen egy vállalkozásról szól, egy magyar vállalkozóról, akinek sajnos fogytán a pénze, és kell valahonnan valamifajta forrást, tőkeforrást szerezni, és ezt Mr. Kennedyben látják. A jó üzlet reményében a Forgács villába várják őt és leányát egy paprikás csirke vacsorára, de 13-an nem szerencsés asztalhoz ülni. Így lesz vacsora vendég az Inasból és a szobalányból. Később kiderül az is, hogyan viszonyul egymáshoz anyós és vej, a família és a vendégek, és hogyan bolondulnak meg mindannyian a pénz gondolatától. Ezek a karakterek a mai napig megvannak, a 21. században. Ezek a problémák a mai napig fennállnak, tehát, hogy helyzet van, kellene egy kis segítség, mást gondolunk valakiről, mint ami valójában lenni és fenn, vannak jobb időszakok, vannak kevésbé jó időszakok, de hogy igazából, ha derűsek vagyunk, és optimisták, és kezünkbe veszük a sorsunkat, akkor talán megoldódik az életünk, ahogyan ebben a darabban is megtörténik. Miközben pedig minden megoldódott így vagy úgy, hamisítatlan magyar fűszerként felcsendültek Fényes Szabolcs slágerei. Különleges mesekiállítás vendégeskedik a napokban a Petőfi Művelődési Központban. A zombaterembe beköltözött Süsü, Mirmur és Cimboráik. Az embernagyságú figurák a mai napig sok gyereknek szereznek örömteli, vagy éppen tanulságos perceket. A kiállítást épp ott jártunkkor meglátogató másodikos gyerekek régi barátként üdvözölték Süsüt, de nem volt idegen számukra a többi mesefigura sem. Nagyon ismerem a pompont, és minden hétvégén szoktam nézni a pompont. És miért szeretett pompomot?
mert olyan vicces a meséje. Sok dologát tud átalakulni. Pamutkesztyűvé, kalappá, meg papucsorrán, pamutboly. Tanítójuk elmondta, hogy az osztály túl van az évvégi hajtáson, megírták a dolgozatokat, és rajzóra keretében pihenésképpen látogatták meg a tárlatot a Cina iskolából. Sokkal gyerekbarátabbnak gondolom ezeket a meséket, mint a mostani animációs filmeknek a nagy részét durvának tartom, erőszakosnak tartom, és ezeknek a mesefiguráknak még valahogy megvolt az a mesebeli varázsa, ami úgy kedvessé tette ezeket a figurákat. Úgy tűnik, Süsü és barátai méltó vetélytársai a modern rajzfilm hősöknek, nem fog rajtuk az idő, hiába telt el megszületésük óta több mint 40 év. Összesen 5 jelenetet láthatunk, nyilván kiegészített kompozíciókkal több mesefigura látható. Láthatjuk a nagy hohohorgászt, Süsü és a sárkányt, Mirmurt és barátait, akkor láthatjuk a sebajtóbiást és Pompomont és Picurt. A legendás csapat Balatonszárszóról indult és járta be az országot, számos település után érkezett meg Orosházára. A kiállítás sorozat megálmodóinak és megalkotóinak a szórakoztatás mellett az is célja, hogy méltó mutassák be Csukás István munkásságának egy jelentős szeletét. A folytatásban sport. Az előkelő 4. helyen zárta a bajnokságot városunk női kézilabda csapata. Az ONKC 2016-17-es bajnoki szezonját az egyesület elnöke és a felnőtt csapat vezetőedzője értékelték. Nagyon jó szezon tudhat maga mögött az orosházi NKC kézilabda klub. A felnőtt csapat megsüvegelendő 4. helyezése mellett a korosztályos együttesek is kivétel nélkül megállták helyüket a 2016-17-es bajnokságban. Az egyesület elnöke Dancsó Attila és a felnőtt csapat vezetője értékelte a mögöttünk hagyott bajnoki idény eredményeit. Pap László csapata a 2015-16-os szezonbeli 7. helyezés után a most befejeződött bajnokságban 3 helyet előrelépve a 4. helyen zárt. A vezetőedző szerint jó úton járunk, de még messze a cél. Tavaly megfogalmaztunk egy célt magunkba, hogy hosszú távon kiépítsünk egy olyan csapatot, akiben benne van a lehetőség az NB1-re kerülésre. Tavaly ez azért nagyobb vezéráldozatokkal járt, és úgy gondolom, hogy az nagyon a kezdete volt az útnak, de már tavaly bebizonyosodott, hogy szerintem jó úton járunk, mind a fiatalítással, mind a közösség kialakításával. A szakmai munkát a lányok azok nagy elánnal és becsülettel végzik el, úgyhogy idén már ennél tavalyinál, ugye 6. helynél nagyobb célokat fogalmaztunk meg, az első 4 bekerülés volt a cél, és mindenféleképpen szerettük volna, hogyha ott az első nagyoknak azért megbirizgáljuk a bajszát. Több sérülés, közte a csapat egyik legjobbja Vörös Bettin a balesete hátráltatta a munkát. Az ősz nem is sikerült úgy a lányoknak, mint szerették volna, de igazából a vége a lényeg. Szépen azért azt gondolom, hogy lépegettünk előre. Olyan nagy lépést, amire számítottunk eredetileg, talán nem tudtunk megtenni, de én maximálisan elégedett vagyok a helytállással és a 4. helyel is. Ez egy nagyon jó alap arra, ami tovább való építkezésre, és arra, amit az elején mondtam, hogy megfogalmaztunk egy komolyabb célt magunknak, és az idei igazolásokkal és erősítésekkel azt hiszem, hogy arra lehetőségünk is van, hogy beleszóljunk az első helyek sorsába. Természetesen a klub nem csak a felnőtt csapatból áll. Dancsó Attila klubelnök szavaiból kitűnik, hogy nagyon erős az utánpótlás bázis, idén 7 junior játékos edzett a felnőttekkel, és a kicsik is sokan vannak. Utánpótlás csapataink mindenhol megállták a helyüket, sikerült vidéken új bázisokat bevonnunk a képzési programunkra, és most már 300 gyerek fölött van az utánpótlásban sportolók létszáma, úgyhogy közel 200 gyerek sportol aktív van versenyszerűen a utánpótlás korosztályos csapatainkban. Minden sportklub életében nagyon lényeges az anyagi biztonság. Az ONKC mindig igyekszik csak addig nyújtózni, ameddig a takarója ér. A célok eléréséhez nagy segítséget ad a város. Ahogy a város vezetése a sportot támogatja, az példaértékű, akár országos szinten is mondható, hogy egy olyan biztos pontot, egy alapot ad az egyesületnek, amire nyugodtan építkezhetünk, nyugodtan kereshetjük a további támogatókat, ugye mellé csatlakozik a TAO program, látványcsapat sport támogatás program, ami minden évben azért jelentősen hozzátesz a működésünkhöz. Az egyesület a következő szezonra még vérmesebb célokat tűzött ki. Várjuk a folytatást. A női kézilabda után jöjjenek a férfiak. Szurkolói ankétra hívta kedd este szimpatizánsait az OFKS-e az Ötvös Iskola aulájába. A klub elnöke Vajer Tamás, vezetőedzője Budai Dániel és a felnőtt csapat kapitánya Németh László fogadta a szurkolók kérdéseit.
A szurkolói ankét bevezetőjében az egyesület vezetői elmondták, hogy a nézők, szurkolók szeretetét nem csak a pályán jó játékkal kell kivívni, de minél több alkalmat kell találni a személyes találkozásra, párbeszédre, barátkozásra és egymás jobb megismerésére is. A csapat hetedik helye következtében többségében elégedett szurkolók érkeztek. Én szurkolói szemmel úgy látom, hogy a nagy vállalkozással vágtunk neki az évnek, aztán sajnos egy picit gyengébb lett az őszi szezonunk, de ezt követően történt egy edzőváltásunk, illetve igazoltunk újabb játékosokat, másabb lett a csapat légköre, és egyre feszültebben tudunk játszani a mérkőzések folyamán, és így jegyzik el ezt a szerintem magabiztos hetedik helyet. A bevezető után záporoztak a kérdések, és az asztalnál ülők becsületére legyen mondva, állták a sarat. Sok olyan témában kaphattunk értékes információkat, amelyek a bajnoki szezon rohanása közepette az egyesület irodája vagy az öltöző ajtaja mögött maradnak. Megtudhattuk például, hogy a következő szezonban is indul az egyesület a Liga Kupában, amely jó alkalmat teremt a nemzetközi porondon nem szereplő csapatok számára a megfelelő mérkőzés számlejátszására. Mivel a következő kiírásban szerepeltethető külföldi játékosok száma limitált lesz, még több tehetséges hazai fiatal kap majd lehetőséget, hogy szokja a felnőtt NBA tempóját, légkörét és bizonyíthassa felkészültségét. Rendkívül érdekes volt az is, hogy vezetőedzőnk mit lát egy-egy játékos teljesítményében, amit mi a lelátóról nem, vagy csak részben érzékelhetünk. Budai Dániel szinte személyre szabott értékelése után minden esetre sok mindent másként látunk. Jó volt hallani a célul kitűzött harcmodorról, amelyet el szeretnénk érni, és amelynek segítségével kevesebb lenne az elhullajtott pont. Szinte lehetetlen felsorolni a sok témát, amit a bőórás beszélgetés alatt szóba került. A kézilabda kapusok lélektanától az erőnléti edző sérüléseket minimalizáló szerepéig, a szurkolás minőségétől a vidéki meccsre eljutás lehetőségéig, a magyar nyelv szépségeitől a csapat kohézióig. Jó hangulatban és őszintén beszélgettek az egyesület képviselői és a szurkolók ezen az estén. Aki szereti a kézilabdát, szereti az orosházi férfi csapatot és nem volt ott, az sajnálhatja. Sporthíreink végén asztali tenisz. Utolsó fordulójához érkezett az NB1-es asztali tenisz bajnokság. A Petbau Ase második csapata magabiztosan húzta be a győzelemért járó két pontot a Szekszárd ellen. Május 20-án játszotta utolsó bajnokiát hazai pályán a Petbau Ase NB1-es együttese. A fiatalokkal kiegészült csapat szépen szeretett volna búcsúzni az idénytől. Ennek megfelelően az elejétől kezdve koncentráltan és jól játszottak az orosházi játékosok, a szintén fiatalokból álló szekszárdiak ellen. Nagy különbséggel 17-1-re múlták felül ellenfelüket. Az ellenfél trénere szerint a találkozón sok fordulatos meccset játszottak, amelyből rengeteg tanulságot levonhatnak. Az orosházi lányoknak gratulálok, ismertük őket, nagyon jól játszanak, de ma elégedett voltam a gyerekekkel. A mérkőzés végeztével az orosházi klub szakosztályvezetője örült, hogy győzelemmel zárták a szezont. Örvendettes, hogy a két rutinosabb játékos, Szabó Marian és Uder Dalma mellett a két újonc Balog Ágnes Kira és Udák Dorina is megállt a helyét, hiszen a páros mellett megnyertek a 8-ból 7 egyéni mérkőzést, úgy gondolom, hogy ez a jövő. Még egy forduló hátra van az NB1-es női asztali tenisz pontvadászatából. Csak ezután derül ki, hányadik helyen végez a fiatal együttes. Jelenleg a 7 csapatos bajnokság 6. helyén áll a gárda. Bogdán Ficsabától megtudtuk, hogy a jövő szezonban is elindítanák a fiatalokat ebben a bajnokságban, amely a fejlődésüket kiválóan szolgálja majd. Hírösszefoglalónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Rendkívüli testületi ülés, gyorsan döntöttek. Apró javítások, megtelnek a játszóterek. Megvan a negyedik hely, szezont értékelt az ONKC. Önök az Orosházi Városi Televízió május 26-ai pénteki híradóját látták. Híradóval legközelebb kedden jelentkezünk, addig olvassák az Orosz Café friss híreit. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!